Bár Andrij Sevcsenko sosem járt próbajátékon Magyarországon, volt, amikor az a hír járta, hogy most következő hősünk az aranylabdás Milán sztár helyett jött az NB1-be. Igor Nicsenko a Stadler FC-s első év után bajnok lett a Ferencvárossal és a Dunaferrel is, majd játszott Győrben. Az NB1 ukrán gólkirálya jelenleg Pápán edzősködik, meglátogattuk őt a Bakonyi városban, ahol még a gombfoci sem ment ki a divatból. Megyünk, bemelegítés, támadásvezetés. Igor Nicsenko, az egykori kiváló játékos, jelenleg a labdarúgó edzők nem könnyű életét éli Pápán. Utánpótlás csapatai irányítása közben a nehéz feladatok között természetesen megtalálja az örömét is. Mikor láttam a játékostól, hogy akarja focista lenni, és mikor láttam, hogy fél időt a játékos fogadja a szavakat, amit mondom neki, és ez legnagyobb ilyen öröm. Tehát tanítványain is azt a foci iránti szenvedélyt szeretné látni, ami a mai napig megvan benne is. A 90-es években a hazai élvonal meghatározó csatára és az NB1 egyik legsikeresebb külföldi játékosa volt. Mestere a góllövésnek. 255 mérkőzésen lépett pályára, ezeken 97 gólt szerzett. 1995 tavaszán került Magyarországra, amikor is akkori ukrán élvonalbeli csapata a Krivbasz kilátástalan, fizetésképtelen helyzetbe került, és ekkor Stadler József idehozta csapatához. Sándor Pista bácsi volt akkor edző Stadlernál, és akkor kereste a csatár. Edzettem pár napot, lejátszottunk egy mérkőzés, és akkor semmi, akkor pakoltam cuccam, este elmentem vissza haza, és akkor reggel nem voltam már edzésen. Hívott Pista bácsi, hogy hol vagy. Ha kell ide, akkor amit megbeszélt a két elnök között, akkor rendezitek, és akkor visszajövök. A kinti csapat kapott pénz, az összeg most nem mondom. Az elég volt, ahhoz kifizetnek a tartozások. Mindenki sok sikert kíván, mindenki köszön, de jó, hogy elmész, mert legalább látunk a pénzt. 96. januárjában a Ferencvároshoz igazolt, és még ekkor márciusban mutatkozott be mérkőzésen. Figyeltem ezt a csapatot, hogy szerepel bajnokok ligában. Kuntis, Telek, Kuznetsov, Simon Tibor. Én is gondolom, hogy jól lenne ebben a csapatban focizni. Nagyon örülök, hogy sikerült nekem abba a csapat kerülni, aki bajnokok ligában szerepelt. Ezeket nagyon jó játékosok voltak. Játékosok, emberek nagyon jól fogadtak. Ahogy a csatár meséli, hatalmas dolog volt neki akkoriban Magyarországra kerülni, és azért mi kíváncsiak voltunk, nem akartam még nyugatabbra menni. Én már itt külföldi voltam, de természetesen mentem volna, volt rá lehetőség, gólkirálynak mindig van valami, pár ajánlat, nem? Olasz csapat volt, belga csapat volt, nem jött össze. Hívtak vissza ukrán bajnokság, orosz bajnokság, de valahogy már nehezen volt itt megmozdulni innen. A Dunaferrel is bajnoki címet nyert, és játszott a Győri Etónál, majd visszament Ukrajnába játszani, és edző lett. Aztán visszatért Magyarországra, a Győri Etónál az akadémián dolgozott, és a felnőtt csapat mellett volt pályaedző. És most, 2016 óta, a jelenleg NB3-as Pápai Egyesített Labdarúgóklubnál edzősködik az U17-es és az U19-es csapatoknál. Ez egy kicsit más itt, mint az akadémiából. Ez egy akadémiából, aki oda került, ezek a gyerekek már mindenki akar futballista lenni, nyilván. Itt először arra van szó, hogy gyerekek jönnek ide, jó kedve edzenek, jól éreznek itt magukat. Ebből lesz valaki futballista, ez már más kérdés. Természetesen ezért mi edzők itt dolgozunk. Még nem kopott labdát, te már itt voltál. Érted? Igor egy felkészült edző, nyilván ő profi körülmények közül jött, ő neki azért ehhez
alkalmazkodni kell, ugye itt azért nem beszélünk akadémiáról, tehát itt a gyerekek kedvelésből futballoznak. El kell fogadnunk, hogy tehát ők nem ebből akarnak megélni, ezt még azért szokni kell, úgymond, látom, hogy ez nem jól esik neki, nehezen éli meg. De hát el kell fogadni sajnos. Lelkesen csinálja meg, ugye ő is eredménycentrikus, hát a vérbeli profiként nyerni akar minden mérkőzésen. Igor Nicsenko tanítványai nagyon is tisztában vannak vele, ki is ő. Az edzésen kívül sokat beszélgettünk róla, főleg mikor idejött, hogy ki is ő valójában. Nekem is megvan gombfociban még a Ferencváros játékosaként. Utána néztünk meg, mutatott ő is egy-két régi képet magáról, vagy mesélt dolgokat, hogy ki ellen játszott, hol játszott. Ahogy ott tapasztaltuk, és ahogy mesélték nekünk, tanítványai nagyon szeretik őt, és ő is mindent megtesz labdarúgóiért. Itt van edzések előtt korán, edzések után is szokott maradni. Facebookon tudunk vele beszélni, telefonon bármikor hívhatjuk, ha gondunk van. Bármi baj van, jöhetünk hozzá, segít, amiben tud. Természetesen szakmailag is mindent elkövet, hogy a legjobbat hozza ki a csapataiból. Hát Igor Bá pályán szigorú, de emberként nagyon szeretjük és nagyon megértő. Szeretünk vele dolgozni. Hát leginkább a támadásvezetést szoktuk gyakorolni, sok a labdás játék, vagy a labdával folyó munka. Sokat cicázunk, labdatartás, sok a játék. Nekem az összes labdát, nekem ide, Finyő! Edzőnökkel tudni dolgozni. Védők, a középpályások, a csatárok, persze a kedvenc rész, amikor gyakorolunk támadásvezetés, nyáron minden magasabb akarunk táblán elhelyezkedni, U19-re meg U17-re reális első háromba lenni. A tréner saját bevallása szerint a mai edzőknek egyáltalán nincs könnyű dolguk a mostani fiatalokkal. Ez egy igazság, hogy igenis változott a világ. Akkor nem volt se internet, se Facebook, se ezeket okos telefonok. Utcán neveltünk kint, sokat fociztunk, bandáztunk, verekedtünk. Szerintem akkori gyerekek vagányosabb voltak egy kicsit. Szerintem biztos, hogy akkor több gyerek focizott is. Több tehetség volt. Ilyen szempontból szerintem akkori edzőnek könnyebb volt a dolga. És persze, ha már itt tartottunk, nem mehettünk el szó nélkül a labdarúgó válogatottunk jelenlegi helyzete mellett sem, és az új szövetségi kapitányról, Zsorzs Lékencről is elmondta a véleményét. Nem egyszerű a helyzet, sajnos. Új szövetségi kapitány, neki kívánom sok sikert, de inkább a magyar edzőnök szurkoltam volna. Így is fogom szurkolni, de én a magyar edzőpárti vagyok, mert nem láttam nagy előny külföldi edzők, aki klubnál dolgoznak, akár klubnál, vagy akár válogatnál. Igor Nicsenko a top bajnokságok közül az angolt szereti a legjobban, és annak meccseit, ha csak teheti, megnézi. Egy stadionért különösen rajong. Szeretem az angolok inkább. Mi angolok nézem. Ott nagyon keves, unalmas meccsek vannak. Örülök, hogy egyszer sikerült. Meg a Ferencvárosban voltunk, akkor játszottunk a Newcastle ellen, nagy sztárokat ellen. Ezért, akkor játszik Newcastle hazai pályán, akkor nehezen mindig ezt a stadion, ahol futballoztunk, jó érzés vissza emlékezni ezeket a dolgokat. Akárha a múltbéli dolgok jutnak eszébe, vagy ha a jelenről beszél, egy valami ugyanaz, hogy mindig szeretetet kap és kapott a magyar emberektől. Szerencsé volt nekem, mindig jó közegben dolgoztam, fociztam, nagyon jó emberek, megismertem. Tényleg nem tudok mondani semmi rosszak a magyar emberektől, és ezt örömben ezt mondom.